Köszönöm szépen, Lifi. Sziasztok. Az igazság, hogy felkészültem, van adottam 7 deci teljes kávé, ez mondjuk meleg. Van előttem kb. Egy 3 deci hideg multivitaminos gyümölcslé, és van mellettem 1,5 liter víz. Szóval fel vagyok készülve folyadékkal. Talán mondhatom teljes mértékben. Sziasztok, szia Fenzi! Neked is Primo Gemben szép napot kívánok. Hogy megy amúgy a gyűjtés? Gyűjtögeted a Primot? Diluk is közbeszól, ne beszélj. Szia Giver, hello, hello. Reméljük nem érkezik meg. Szia Ati. Hogy vagytok, srácok? Hogy bírjátok ezt az eszméletlen jó meleg időt? Meséljetek. Gyorsan itt a dolgokat kiveszem. Ó, meg tudjátok, mit felejtek el minden alkalommal? Hogy nekünk van egy csodálatos ilyen belépés dolgunk. Ó, megvan. Oké. Ó. Próbáltam minél előbb nekiállni streamelni, az az igazság. Mert rengeteg dolgot szeretnék ma véghez vinni, és úgy gondoltam, hogy gyorsan még így korán neki kezdünk, amíg még úgy teljes mértékben magamnál vagyok. Valószínűleg ez változni fog, ahogy telik az idő. Reggeli meeting felé átoltad, és nem tűnsz fel amúgy, vagy feltűnt mindenkinek, hogy amúgy nem vagy ott. Majd gondolom feltűnt mindenkinek, hogy nem vagyok. De nagyon hülye kérdés volt. Akkor lehet már nem vagyok magamnál annyira. Megyeget, most már Abyssból is csurog. Na, szuper. Én is Abyssozgatok, de azt azért streamen kívül. Tehát azt nem vállalom fel, ahogyan... Nem is ahogyan Abyssozok, már béna vagyok, hanem azt, ahogyan a magyart használom Abyssozás közben. Azt nem vállalom fel. Na, és mi ott néztetek Mókinál? Mesélj, mit néztetek? Amúgy. Legalább jó, valami jót néztetek? Megérte? Megérte az elalmás? Üdvözlöm minden jelenlévőnek. Ah, Jean! Szia, szia! Kokásos, szó viccek! Nagyon jó. Fel is hívtak, pöppetszik, ki volt. És még gondolom, akkor hívtak, amikor aludtál. Ha hangos a játék, szóljatok, jól létik? Táp a kettő, na. Én most egy sorozatra akartam rávenni Kobit, hogy nézzük meg. Aztán azt mondta, hogy jó. Hát nézzük meg, igazából most jönnek ki a részei, szóval ilyen folyamatos néződés lesz. Igen, Marvelt néznek, de én egy koreai sorozatra akarom rávenni. Hátsámánkod? Nice. Én általában én szoktam rávenni a koreai sorozatokra őket. Tehát amikor a... Mi ment? Amikor a... Fú, mi volt ez a sorozat? Az Arsztáli krónikák mentek, arra is én vettem rá őket, úgymond. Szóval... Most egy másikra szeretném őket rábeszélni, ez egy teljesen új sorozat. Jaj, de melegem van. Szia Nerias, hello, hello. Én most hónapok óta nézem a Fibonacci sorozatot, de egyszerűen nem érek a végére, ezt. Azt elhiszem.
Azt nagyon elhiszem. Öljünk még egy boss-t meg. Csak melyiket öljem meg? Öljünk? Jeges? Az igazság, jeges kar... Na basszus. Jeges karakterem, csak egy van, akit kellene. Szintezem. Ismertek Aloyt? Tudjátok, abból a másik játékból. Abból a horizonos játékból. Vegyél rá engem, jöhet indiai, afrikai, nem Marvel, és ne távolsz. A lelkek alkímiája, azt hiszem magyarra fordítva talán így lehetne. Lefordítani magyarra. Netflixes amúgy, szóval ezt nem Netflixem. Gondolom, én? Szia kis tax, nem, csak ott van meleg. Mindenhol meleg van. Szia Főnix, szia, mi újság? Ezer éve nem láttalak. Hogy vagy? Hogy bírod ezt? Jaj, hát felmásztunk a dzsonglinak a... Rohadtul nem ezzel a partról akartam ide jönni amúgy, de mindegy. Most már, ha ezzel jöttem ide, van ulti. Jó lesz. Nagyon jó. Azért nagyon nem oda ment, ahova szándékoztam, de mindegy. Nem hangos egy kicsit a játék amúgy? Nektek. Jaj. Most lehet hülye vagyok, de szerintem én rákattinthatom el az artifaktra, hogy megnézem, de nem mindegy. Öntvény kisasszony. Nope. Angolul hamarabb megtalálom. Hát valószínűleg megtalált hamarabb. Ez az Alchemy of Souls. Úgyhogy azt keresd meg. Ezt így. Az ő képességeit jól lehet ötvözni, nem? Illai. Igen. Nagyon. Nem is használom. Nem használom egyáltalán. Szegényem itt valahol a... A sor végén van. A szegényem, tehát tényleg nem foglalkozom vele. De él, hogy ebben a játékban ilyen. Genshin-es köntösében. Lekondi for president, azt megmondom. Nekünk nem működik. Most van szerelő, hogy megnéz, hogy mi van. Úgyhogy addig halál. Meg ugye van olyan eset, amikor mind a két számítógépen megy, és meleg van, és semmilyen ablakot nem nyithatok, mert folyamatosan süt a nap, és légkondi sincs, és meghalok. Általában. Nagyon meleg van. Láttam mostanában a Sims-ezgettél. Hogy tetszik? Megvetted ezt az új kiegészítőt? Most nagyon gondolkozom, hogy hova menjünk. Azt tudom, milyen karaktert kell szinteznem. Várjátok egy pillanatot. Megnézzük. Kell egyszer. Aloy, te Aloy-en nem foglalkozunk. Sinyan, Tóma. Valaki még van. És caching, azt hiszem ennyi, és akkor egyelőre meg vagyok. Igen, egy zsák klímás levegőt vennék, meg ilyenek. A vérfarkasossal nyomon? Most én is beszereztem. Én ilyen lassacskán szerzem meg a hozzávalókat, aztán... Az az igazság, van az az időszak, amikor ilyen holt időszakom van, és nem tudok semmit se csinálni. Lehet, hogy megüljük ugyanazt a boss még egyszer. És kell valami, amit csinálhatok. Ez általában az szokott lenni, hogy megyek streamet nézni.
Akkor van probléma, ha nincs semmi stream. Ugye már van az az időszak, amikor a gépem dolgozik. Renderel. Olyankor szoktam menni nézni streameket. Sorozatot. Ha van mit. Meg játszani. Ugyanez a YouTube-os videó feltöltés. Próbálok pörögni vele, csak nem olyan egyszerű. De ja, úgyhogy én is most a kis Sims-ezgetek, aztán meglátjuk. De majd lesz az, az idő ugye, hogy most árkozgatok, mert ugye árkozni fogunk. Úgyhogy Sims-ezgetek, árkozgatok addig, amíg itt a gépem dolgozik a egyéb dolgokon, ha bár valószínűleg árkozni azért nem fogok, még a gépem renderel, úgy gondolom, mert az árkoz egy kicsit szarabbul megy. Annyit váltok ám ezt a kettő össze-vissza, mert a szegény elcsesztett kalózomat kéne szinteznem. Azért az artifakt volt, ennek szabát nem is adhatott volna. De átkozzatok, nem szimbólag. Ezekre a holt időkre használom én is a Sims-et. Mostanában délelőttönként kevés vendégem van, és amíg nincsenek a többiek, addig nem megyek be a szalomba, és megy a Sims. Na, ez egy jó időtöltés. Vízelvezető árok, sokat nyom. Költői kérdés. Most ezt próbálom processzálni, de még processing van. Lehet, hogy majd felfogom nem sokára, de iszok egy kis kávét, hát a segít. Twitchen nyom a Fall Guys. Ja, a Fall Guys meg ingyenes lett, igaz? Maradjak a Genshin Impact. Nem fogom abba adni a Genshin Impact-ot amúgy, kis tax, csak a Genshinben már nem nagyon tudok mit csinálni. Tehát ennél fogva kell. Az árk az meg... Én játszottam árkot, viszont most kijött az új map, úgyhogy megyünk az új mapra. Van szerver, meg minden igazából. Majd lesz belőle stream is. Nekem az árk az egy tök jó időtöltés. De hát ott élem ki a pokémonos szenvedényeimen. Én egy ilyen igazi gyűjtő vagyok, összegyűjtök minden állatot, amit tesztik. Mindegy, hogy hasznos az az állat, vagy nem hasznos. De én összeszedem, amit tesztik. Tehát a kenguruimmal nagyon oda voltam az előző szerveren, meg a teknőseimmel. Mert ő mondta, hogy semmire nem jók, de én el voltam velük, tehát nekem mindegy volt, hogy jó, vagy nem jó. Bercsi, tényleg meleged lehet, jobb alul lángolsz. Várjál, most már nem lángolok. Nyomtam az killem. Ja, árkoz... Jó, oké, Lifi, jó, oké. Bocsánat, most nagyon fáradt vagyok. Elnézést kérek, valahogy nem esett. Nem esett le. Nem bírom az árkot. Úgy szoktam amúgy csinálni, most viccet félretével. Tudom, hogy miről van szó. De úgy szoktam csinálni, hogy mindig egy nőstény, meg egy hím példány szoktam beszerezni. És akkor azt mondják, hogy
mondjuk, nem tudom, van egy hangyászom, ami lány, van egy hangyászom, a kis fiúcska, és azt mondják, hogy most mi megyünk kirándulni egyet egy barlangba, akkor könnyen lehet az, hogy egy harmadikkal fogok bevenni. Tehát úgy van az egész kialakítva, most jelenleg szabályzatban a szerverünkön, hogy egyet arrébb kell leugranom, hogy minden ilyen nagyobb állatból 3 darabot lehet tartani. A díszállatokból meg 5-öt. A persze nagyon nem fognak díszállatot tartani, én úgy gondolom. Omae te hontou ni sekkachi da na. 5 darabot, vagy ha ne se tudjam. Meglátjuk.剣を入れよ。おとなしく捕まれ。おとなしく仕上がる。歌よ錦となれ。これ、この瞬間、お前は永遠を手にする。おとなしく仕上がる。 Imádom ezt a part. Vissza. És ez az utolsó rezinem, azt hiszem. Ez egész szép. Megnézzük milyen. Megnézzük milyen. Várjátok. Ezeket ki kéne takarítanom, csak semmi kedvem hoz. Semmi az égvilágom. Na nézzük, mit ad. Olyan semmi extra nem terveztem úgy, srácok. Farmolgatok. Beszélgetünk. Az! Köszönjük. Viszlát. Rátette a flat HP-t. De imádom ezt lehetőséget. Tényleg amúgy. Na már vannak a napi questjeink szerintetek. Jó. Pavel? Volt egy Just Chatting streamem még egyszer. Ez mikor volt? 2 hónapja? Talán. Ott mutattam a játékot, figyelemmel kísérem amúgy a játékot. Meglátjuk, meglátjuk, hogy milyen lesz az a, ez a Palworld. Érdekesnek tűnik. Lehet majd streamerésre fog kerülni. Az biztos, hogy következő játék, amit fogok streamelni, és szerintem eddig még nem streameltem, az Ark lesz. És amellett, hogy Arkot is fogok néha-néha streamelni, ahogy alkotunk, az meg a... Ki fog jönni? I don't know, so big magyar. Ki fog mi az jönni? Azért, mert több... Megint több minden járt az eszembe a mondattal kapcsolatosan. Ki fog jönni júliusban? Igen. A lényeg az, hogy tudok beszélni. Ez pedig a Stray lesz. Tehát a Stray-t fogok streamelni még. Az Ark mellett, tehát megmaradunk a Genshinnél. A Genshin továbbra is ugyanúgy fordítom, néha lesznek ilyen random farmolgatások. Ugye kópjátékok egyértelműen, amikor úgy alakul, akkor összejön a csapat, akkor lesz Sea of Thieves, meg ami éppen összejön. És akkor lesz ez a Stray, Ark néha, meg hát hogyha bejutok valami játéktesztre, hát inkább MMO tesztekre szoktam ugye jelentkezni. Ha bejutok valami MMO tesztre, amit lehet streamelni, akkor
egyértelműen az is lesz a stream terítékem. Július, nem akarok hülyeséget mondani, tizenvalahányadika rémlik nekem. De a számokat nem tudom megjegyezni, Jean, szóval bármi elfordulhat. Ja, várjunk, erre akartam jönni. Jó, ragzod a magyarot. Hát igen, néha összejön. Yumi testvér, Yumi. Ilyen júliusban Kínából, értjük. Stray, az nem hiszem, hogy Kínából. A Stray az ugye, ahol a cicával kell menni, aztán hazatalálni. Zuki kis sztorijáték. Meg van még egy sztorijáték, amit be kéne fejezni, de azt majd meglátjuk, hogy lesz. Meg azon kívül van még egy sztorijáték, amit kéne játszanom, amivel megvettem, de idő nincs. Egyszer arra is sort kerítem. Szépen sorba majd mindenre is sor kerül. De most kicsit ezek a VOD töltések, vágások, renderelések elveszik az időmet. De majd annak is nekiállunk. Aztán játszogatunk vele. Ezek ilyen virágmintások, aha. Várjunk, akkor nálad nem kell aggódni, ha felmör a klasszikus, mikor találkoztunk, házasodtunk. Nálam nem. Semmit nem tudok megjegyezni. Dátumokkal kapcsolatosan. Na basszus. Dátumokkal kapcsolatosan semmit nem jelent. Nem tudom. Se dátumokat, se számokat nem tudok megjegyezni. Úgyhogy én nálam olyan probléma nincs ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan. Én alapból nem értettem annyira ezeket az évfordulós dolgokat, sose. Tehát ez a... Jaj, együtt vagyunk egy hónapja, három hónapja, fél éve, egy éve. Igen, és akkor mi van? Annyira nem értem, mert az már megint más, hogyha valaki összeházasodik, mondjuk. Valakivel, és akkor első... tudom, házassági évforduló, és akkor így tovább. De amikor így együtt vannak, és együtt vagyunk, egy hónapja ünnepeljük meg, jó, persze. Akkor az első napot miért nem ünnepeltük, vagy a 13-at mondjuk, mert az egy szép szám, tehát így... Ez így annyira nekem sose volt egyértelmű, hogy miért kell ezeket annyira kiemelni, hogy mennyi ideje vannak együtt. Együtt vannak, az pont. Fölösleges pénzszórás. Ez nálam ugyanaz, mint a Valentin nap. A Valentin napnak sem látom értelmét amúgy. Tehát ez a ugyanaz. Most miért azt az egy napot ünnepeljük, amikor mondjuk együtt vagy az így... emberrel egy hónapja, vagy egy éve, vagy tudom is én. Meg a Valentin napnál, és miért egy napot ünneplünk? Ünnepeljük az összesen? Legyen buli mind egész évben! Nem, úgy nem erre gondoltam, hanem arra, hogy tök felesleges túlzásokba esnek az emberek, aztán csak a pénz megy feleslegesen. Én szerintem az sokkal többet ér, hogyha az év 365 napján mindig kedves vagy a kedvesettel. Születésnap az megint más, mert rendben ünnepeljük meg, hogy megszülettünk. Meg a másik megszületett, azt még meg is értem, de... annyira a többit nem. Az a szigetem van. Ide kéne kimenni. Akkor ide kell mennem. Logisztikázunk. Vagy az összes napot. Azért mondom, tehát szerintem... nem nagyon látom értelmét ennek a egy nap ünnepünk, aztán meg a múlt fasírt van.
Vagy a... Vagy kifejezés, ami szoktam használni. Ez csúnya kifejezés, de azért most elmondom, van ez a... Ez a... Akkor a szegénység bassza a nyomorúságot, nem tudom, ez így ismerőse valakinek. De azért megünneplik a Valentin napot. Az kell, ugye? Mert mekkora nagy ünnep amúgy. Az a Valentin nap, bassz. Igen, nem Bálintnak hívnak. Ki az a Bálint, aki ünnep után? Látom. Az Valentin püspök és katolikus egyház hibája mellesleg jó marketingfogás. Tehát most ez arra megy ki csak, hogy pénz. Ünnepeljünk, hiunk Michigan. Átmentem, ijunk, megmondtam, ijunk. Ez az? Csak ijunk. Ijunk, hogy ihatunk. Mert holnap nem biztos, hogy ihatunk. Kaenyo. Moyasukuse. Csak Ritsuryu Choku. Ita. Shoubu! Kenichi. Tendou Bansho. Oh, még rányomtam, mielőtt felment a HP-ja. Tudjátok, mint gondolkodtam el? Vajon vannak azok, akik ezeket a szobrokat ilyen napi szinten kifarmolják? Ha nem is ezeket, a kicsit arrébb lévőket. Mert ez... Akik így nem tudjátok, hogy miről beszélek, mi megmutatom. De nem mindenki genshinezik. Hol van ez a sasatom, melyikkel kellett ezzel? Aztán... Equipálod az itemet. Oda mész, rá kattintasz. Nem volt itt semmi? Az jó. Vagy ezeket csak egyszeret kiszenni? Én akkor láttam olyat, amit többször lehetett. Ja, akkor lehet, hogy ezt nem lehet többször kiszenni. Akkor én mit láttam a múltkor? Várjatok. Valami baj van. Egyszerűen csak kiszedni. Ja, nem többször, my bad. Mondjuk nem mit, hogyha akkor megérné, ha többször lett. Lényegtelen. Ütjük a köveket, ha már itt vagyunk. Máskor úgy se ütök köveket, csak ha közelben vagyunk. Ez érdekes. Lusta vagyok összeütni egy fasírtot? Hát akkor egyél valami mást. Csinálj valami, nem tudom. Nem a dexet. És akkor az gyorsabban megvan. Igyál vizet, Várcsi fizet. Köszönöm szépen a vizet. Most kávét iszom, de iszom. Köszönöm szépen. Varázsgombá. Ugyanúgy az investigate értéket csökkent, és sokkal hatékonyabb artér útok vannak, van pár, ami resztálja. Akkor tényleg, szia Réku! Folyóban ami van. Azon valamit láttam, hogy többször kiszedtek. De most miért szóltok el? Hát még pesztjeim vannak. Köszönöm a vizet, igaz, hogy kávé volt, de köszönöm szépen. Mi az, hogy émi újság? Felkészítetted testedet a holnapi kalandokra? Szotyi. Mondtam Rékunak, hogy a hónunk alá vágunk, azt megyünk.
úgy döntöttem, hogy hármótokat a hónom alá vágom. Téged, Pézsét. Tudom, hogy annyira mi hangzik. Édes jó Istenem. Szóval... Dominikus téged és Pézsét a hónom alá foglak vágni. És megyünk. Megyünk túlélni. Mondjuk találtam ma egy videót, ahol a fiúcska így felkelt, megvakarózott a karaktere, és így szembenézett egy rap. Hát van egy olyan érzés, hogy hasonló élményekben lesz részünk. Másik kedvencem az volt, az új mappon az Easy területre élett az emberünk, és tele volt minden húsevőkkel a parton, ahogy fölkelt. Vicces. Viccikkel ez. Na nézzük. 5 nap maradt, mi ez? Jó, ezt majd befejezzük. Csak ez... Lenyúlják megint az utcaimat. Ma még edzel rá, jó? Rendben. Este viszont rezetelek, jó, Szotyi? Arra számítsál, majd fogok írni egy üzenetet, hogy ennyi volt, Szotyikám, rezet megy, és akkor majd holnap nyomjuk. Akkora Bloom, de jó. Köszi szépen, kis tasz, hogy itt voltál, további szép napot kívánok, meg jó étvágyat. Tegnap is volt egy spawn pont, amin leserakott már megettek. Lesz egy pár ilyen élményünk amúgy, meg ugye egymásra is rá kell találni, és úgy megindulni. Tehát azért ez egy fontos mozzanat lesz, hogy egymást megtaláljuk, és úgy induljunk meg. Csoportosan több esélyünk van szóval. Egy valaki eljut, az már valami. Az a durva, hogy olyan helyre fogunk költözni, ahol rengeteg vadállat van, akik nem túl barátságosak. De nem baj. Mi OP-k vagyunk, mi megoldjuk, mi túlélünk. Jó lesz. Meg lesz. Menni fog. Riku. Riku, itt vagy? Ha már Riku. Kukkancsatok be mindenkihez, srácok. Elküldtem itt a vészkoristáknak a közös linkjét. És egyikünk Riku. Akár hányszor meglátom, mint a játékban Rikut, egyből eszembe jut Riku. Ja, már lenyúlta a nénike a szirmainkat. Itt viszünk, itt van, aztán van még egy. Oké. Next one. Ez hol van? Tegnap együtt meghalni nem. Nem halunk meg együtt? Pedig... Készíts fel magad a lelkiekben a dolgokra, szerintem. Só jön emberek ebben a melegben. Só jön emberek ebben a melegben. Só? És mi a megfelelő túlélési taktika? Taníts minket meg, Rékuszi. Hogy éljünk túl? Mert a futás az... Azt szokták mondani, hogy szégyen, de hasznos, de itt még hasznosnak se nagyon minősül. Na, itt szoktam játszani egy kis trükköt. Menj bele a vízbe. Gyere.
Nem. Nem. Ratatarara. Üvi, hát te hello! Folyamatosan Rikut hallok Réku helyett. Hát igen, hasonló. Nem halunk meg. Szerintem meg fogunk amúgy, de nem baj, ez a játék része. Túlélő játék az már csak ilyen. Halunk, meghalunk. Holnap Lakita, láttad meg? Oké, okay, rendben. Megártott a meleg. Vészkurós. Hát figyelj, égős. A vészkurós. Végül is. Nem tudom, most így elgondolkodtam, hogy ez lenne vajon ténylegesen a név, vagy a mókás mit mondanám, mert ugye azt szoktam mondani, hogyha ha bajban vagyunk, akkor hangosan énekeljünk, de... Mi lenne úgymond a szöveg, hogyha vészkurósok mennénk? Édes jó, Istenem! Srácok, nézzetek be Üvihez is, ő is szokott streamelni. Melegen van nagyon Üvi. Nagyon-nagyon melegen van. A halálomon vagyok, úgy érzem jelenleg. Iszom a forró kávémat. Itt van mellettem még hideg innivaló is, de valamiért a kávém a fontosabb először. Anyám. Meg hőségriadó van, úgyhogy nagyon figyeljetek ti is. Sok vizet igyatok. Ha tudtok, ne menjetek a napra. Ha muszáj, akkor próbáljatok azért árnyékot keresni. De víz mindig legyen nálatok. Ott van a barátom, a medvesajd. Jaj, te hogy vagy, Üvi, hogy vagy? Láttam, mentél lövöldözni. Milyen élmény volt. Azért azt látjátok, van egy pár akna letéve oda nekem, hogy azért úgy biztosan meghalljak. Meg ilyenek. Dilukot küldjük előre, aztán az nem baj, hogyha ő meg... De gonosz vagyok! Na gyere csak ide! Nankoukraku, Tendo! Koko ni aru! Ritsuryu, Jugon! Igaz, hogy... Ritsuryu... Elektromos, de nem baj. Jeges kávé! Akár csak annyira siettem, hogy nem nagyon volt nekem időm ilyen jeges kávé készítésére, meg úgy hozzávalom se volt. Jaj, a robbanós hordó, meg is haltam viszontlátást. Hogy kifeküdt? Gyere drágám, adok egy ilyet, egy él aztán felélel. Lehet, hogy inkább ott, de nem szerintem az egyik hordó kapott el. Elugrom, de sietek vissza, jó. Én mindig úgy csináltam a jeges kávét. Mondjuk most már egy kicsit bajos a szituáció, mert nem tudok jégkrémet enni egyáltalán. Ugye? Covid jej, de jövök neki. Van ez a bourbon vanília. Nem tudom, ismeritek-e. Ezt a típusú vanília fagyit. Maradjunk annyiba, hogy a bourbon vanília fagyi százszor finomabb, mint a sima vanília fagyi, véleményem szerint. És mindig azt csináltam, hogy a pohár aljára tettem bourbon vanília fagyit, legalább egy 2 gombósznyit, utána tettem jégkockát bele, egy ilyen 2-3 darabot, és akkor úgy öntöttem fel a kávéval. És úgy tettem rá még, ha kellett jégkockát, de általában azért az a 2-3 elég volt.
utána tettem rá a tejszínhabot, és akkor utána még, hogyha olyan kedvem voltam, akkor egy icipike, picike ilyen cukros, vagy cukor nélküli fahéjjal megfordom a tetejét. Nálam általában ez volt a jeges kávé. Szerintem a jégkrém, tehát a fagyi, az egyértelműen kell bele. Az is jó, ha medúza van nálatok, 99% víz. Nem vagyok már biztos, hogy az olyan jó tetem. Majd beszélünk Kokomival a dologról. Aztán ugye medúzái vannak neki is, az az képessége talán. Na, felhíjeleltük Jelmikót, és akkor azt csinálom, hogy másik partival megyünk ide. Nem akarom Dilukot vinni. Menjünk így. Tartágliával úgyse szoktam játszani. Az emberi test is 70% körül víz, de nem csak óvosan földékelvonás halálos lehet. Kérdez a vámpírokat. Hát igen, vagy a menos. Én is van ide a fagyi jégkocka és Nesquik csoki szirup tejszínhab. Na, ugye nekem csoki szirupom általában nincs. Úgyhogy az úgy kimarad, de régen mindig így ittam. Mondom, én a fahéj, nekem a fahéj az jó volt, mert én szeretem abból a fahéjat. Most, hogy így beszélünk róla, meg is kívántam, ugye? De mondom, én bourbon vaníliát szoktam használni, az nagyon finom volt. Csókocska piszinyecském. Hát csókolom Jolánka néni, Mizu van. Ganzan Hachiku, Tendo Bansho. Csok. 15. Hát? Ilyen? Hát? 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 Én a sokra, én a sokra tippelek. Ganzan Hachiku. Te jó ég, imádtam annyira szóval, és büszkés vagyok magamra, kézi fegyverekkel, hát ne adjatok nekem azt, azzal nagyon ména vagyok. Nagyobb kaliberű fegyverekkel jókat lőttem. Azt láttam, hogy miket lőttem, amit ügyes voltál. A sniperekkel már elég gyilkosakat. Piros részt sokszor átláttam. Hétvégén lánybusztó voltam, végül nem öltem meg senkit. Hétvégén vagyok barátomhoz, mert próba sminket csinálok neki. Én leszek a sminkes az esküvőjén is rá. Következő hétvégre után a pihi nyaralás. Na, akkor eléggé be vagy táblázva, Vivi. Hát kitartást hozzá. Remélem, hogy jól fog szórakozni. Jolánkával? Jolánka azóta is jár lopkodni. Habár most abban nem voltam fel, úgyhogy fel kell mennem oda is, mert el fognak tűnni a kastélyom, ha így folytatom. Nem volt időm egyelőre mostanában felmenni. Electro Damage nem bánthatja. Na jó, akkor cserélünk. Akkor hozzuk a srácokat. Moszkva csó! Hello!
mi a helyzet? Hát mesélj, milyen volt a party? Jolánka magyar, tehát lopós. Nem. De hát azért fogtam Jolánkát, hogy nekem lopkodjon a dolgokat. Jolánka az apáca volt, igaz? Hát az apácákat azért küldöm, hogy üveget lopjanak a katedrálisból, nem itt eljön. Olyan meg kell valahogyan szerezni a kis dolgainkat. Vagy nem is ővelük kell harcolnom, most jöttem rá. Nem akarom, hagyjatok! Jaj! Nem vagyok itt. Még ez a jeges ide nagyon nem hiányzott. Nyinen! Szia Leopárd, üdvözletem! Mi újság, hogy vagy? Hogy bírod ezt a meleget? Attention! We are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Itt van a jeges az a baj. Elmátna innen a... Tendo Bansho! Na most már meg fogsz halni, gyertek ide! Otonasuku shiyagare. Kaze hiku na yo. Oen. Kyūkyū nyori. Koitsu wa dou da? Ez hova lett? Köszönöm szépen a követést is, Leopárd. Szia. Jó volt, csak hiányzottak néhány, amiből egy vévedű személy. Hát igen. És lerezeteltem a... Bosszú! Ezért most bosszút állunk. Gyertek csak ide az anyátokat. Itt végig zaklatnak. Meg lefagyasztanak. Aztán meg lerezetelnek, mielőtt meghalnának. Hát ez... Igen, nem állapot. Kaenyo! Mojeszt kse! A szemetek. A képeket amúgy láttam. Nagyon jók lettek. Nagyon nevettem annál, amikor így Krisz így mutat. És az, ott valaki, azt tudom, hogy ki is mémelte. Valamit odaírta, nem tudom, hogy az. Te is lehetsz követő, vagy nem tudom, hogy volt írva. Azon nagyon jót nevettem amúgy. A Viktor? Van egy pár. De most ne kezdjük el sorolni, kik azok a Viktorok. Amúgy versi, a július utolsó hétvégéje lesz az első szabad hétvégém. Június óta tart az állapot. Akkor tényleg kijár már a pihenés üvé. Hát az nagyon durva. Én voltam ugye múltkor, hogy nekem most már kéne azért elmennem legalább egy két nap Szabira, vagy valami, mert azt tudom, hol vagyok. És ugye a... Voltam két nap Szabin. Mentem piknikezni, esőben. Kellemes lesz. Jézus! Nem túl jó választás volt akkor ez a piknik. Azért valami árnyőt figyel, nehogy elázzon a kis piknikezni való kaja. Ráolvadtam a kanapére, igen, ez most szerintem sokunk problémája. Ugye ráolvadunk az ülő alkalmatosságunkra. Ödön a lő. Ja, megnézzük, hogy miket lát még itt csinálni. Ezen no héten? De akkor ez a lényeg, maszkacsony, nagyon jó kis hangulat volt nálatok. Láttam, elég sokan voltatok. Oké. Okay. Na, most jön a következő része a dolognak. Megyünk a típodba.
többször kiégett. Na, mert miért égett ki, maszkos urunk? Meséljél, Győr, mi történt? Esernyőn van, de mivel zöldek helyi alapszervezete, nem félünk a természettől. Csak azért egy kicsit lehet megnehezíti azért a pikniket, hogyha tiszta a víz lesz a szendvics, meg a többi, az úgy kicsit... Ha nem tudom. Érdekes. Érdekes. Lehet, a tojás is megsült. Hát figyeljön. Ilyen az a nyár. Vigyázni kell a tojásokra. Aj, de hülye vagyok, Istenem. Na, hát akkor kraftol. Hát ennyi volt, elfogyott a fa. Mi van még itt? Van még itt? Sírva röhögés? Az a jó. Egy jó kis síró rövényes mindig jó. Konoaira! Jó az, amikor az ember úgy olyan társasággal jön össze, akivel úgy megértik egymást szerintem. Meg el lehet beszélgetni. És miért jöttem úgy ide? Nem is ide készültem. Oj! Egy arra jött. Csakkalam. Kraftolnék valamit. Ez meg nem tudom mi ez, most megenném. Kraftoljuk, amiből mondjuk... Kraftoljunk ilyet. Mennyit kell kraftolnom? 20 darabot, ugye? Gyorsan itt... Hát nem tudok annyit kraftolni. Akkor nem ezt kraftolunk. Miből tudok annyit kraftolni? Ebből pont tudok kraftolni ennyit, mert valannyi szót. Hát akkor... Ide meg... Oké, mindegy, jó volt ez is. Mondom, még gyorsan cserélek négy karakter, nem tudom. De ja, szóval ez a találkozás személyesen szerintem ez mindig jó az, hogyha hasonló emberekkel, akikkel amúgy is megérted magad, tudsz találkozni, beszélgetni, inni, enni. Ugyanez van szerintem, hogyha közösen tudsz játszani ilyen emberekkel, bármilyen játékot, sokkal élvezetesebb amúgy, hogyha hozzád hasonló gondolkozású emberekkel össze tudsz jönni és játszadozni egy-két játékon. Aztán előbb-utóbb majd tényleg össze kell dugnunk a buksinkat, maszkvacsó, aztán megbeszélni azt, hogy most akkor milyen olyan játék van esetleg, amit tudunk játszani. Mert már beszéltük ezt párszor, csak nem értünk el odáig. Jó. Haladunk. Napi dolgok megvannak, a heti dolgok. Hát, kevésbé. De rohadt meleg van, gyerekek. Ó, és még kávém is van. Gyorsan megkínálom. Nya! Ja, Eos! Üdv Mizuka! Nya! Csak
呪言。律令直。Hogy bírod ezt a szuper jó időjárást? Jézus már. Amióta itthon a klíma mellett, jól? Na már otthon vagy? Otthon vagy? Hát... Az a túl, hogy nekem meló helyemen van klíma, de... Nem kapcsoltam be. Úgy csináltam most is, hogy... Vagy most is? Tegnap is, hogy kajaszünet. Kimentem az ajtón, elindítottam. Bezártam az ajtót. Megettem a kajámat, visszasétáltam, kikapcsoltam, és visszaültem. Már... Azért rohadt hideget fúj az a klíma. Mondom, nem hiányozna az, hogy még megfázzak. Hát jó lenne ilyen meleg időben megfázni, amúgy tényleg. Ez hiányozna, mint szar a zsebbe. Körülbelül. Teszem Pyro Electro. Aha. És hogy otthon? A vége a sulinak, vagy? Ó, most jó. Hát az. Jó, mert pont egy sorba ugráltak, nem tudom, mennyire lehetett látni. Persze, menj le a földbe, köszi. Az a japán mondás, hogy fogykosok fáznak meg nyáron, azért... Könnyebb megfázni nyáron, mint gondolnád. Én még egyszer nem fáztam meg nyáron, nem most akarom elkezdeni. Úgyhogy... Meg én rohadtul figyelek erre az egész légkondis dologra, hogy véletlenül se... fázzak meg. Itt meg azt hiszem Pyro lesz, ha Pyro lesz, itt cserélnem kéne. Jaj. Ja, jogsit csináltattál és elszabadultál. Gondolom örülsz, hogy a mai napot választottad, mert nagyon már még tegnap is. Még alapból ez a pár nap ez ilyen lesz, azt mondják. Ki is adták ezt a hőség riadót. A harmadik fokút. Minket is tájékoztattak, hogy az van. Nem, mintha. Nem vettük volna észre, hogy túl meleg van. Összeszedjük az összeszedni valót, úgy nézem, maszkacsó már nincs itt. Majd valamikor letámadom üzenetben szerintem. Aztán... Jó lesz. Itt mi lesz? Itt elektró lesz, meg itt. Nem hidro. Mi lesz itt? Krajó. Ha klíma 20 fokon, meg kint 40-122-3-szor rágyújtasztok. Ja. De azt mondják, hogy ezt nem is szabad 20 fok különbség, azt hiszem. Csak 10? A dolgom legyen. Köszönöm, hogy Liffy, hogy itt voltál. Vigyázz hazafelem. Gyere csak ide.
火炎よ、燃やし尽くせ。Ezt utálom, ezt a szélyes ellenfelet. Anyám, borom. Te vagy már egy kocsi, jó? Gyere, Márina! Ennél irritálóbb ellenfél nem nagyon van. Szabakyó! Ukeyo! Meg folyamat nyikog. Meg magyarázz. Miért kell ezeknek mindig beszélni? Utálom, amikor egy játékkal játszik az ember, és az ellenfelek folyamat magyaráznak, meg a bosszok, na hát attól aztán, fú, nagyon nem bírom. Csak 3-4 óra volt, míg várni kellett. 3-4 óra? Jesus. Hát mondjuk abban a 3-4 órában gondolom nem volt meleged, ugye? Vagy mégis. Jézusom, azért ez rengeteg. Szia Uszagi, hellóka! Izu! A hőségben még a lovak is megállnak. Oh. Tudom. Kenyo banjok! Esküszöm. Most nem azért, hogy láttok itt kéket? Na várjunk, közelítsünk rá. Ez itt a sárga. Ah, itt van alul. Oké. Okay. Vak vagyok. Döglök a melegtől. Fú, hát nagyon durván meleg van. Én is ide jöttem 7 deci kávéval, teljes kávéval, 3 deci gyümölcslével, meg 1,5 liter vízzel. Úgy ültem le szépen, hogy ezeket mindet ide hoztam. Jaj. Tudjátok, mit nehéz még elviselni a melegben? Amikor megtalálnak a hülyék. Így melóhelyem. Tehát amikor így bejönnek tényleg azok, akiket így... Tendo. Nem tudtam úgy se nagyon elviselni, és akkor azok biztos, hogy akkor jönnek, amikor ilyen még ilyen... Akkor már meleg is van. És még agresszívebb vagyok ellenére. Na. Ne, nem blokkold már ki az összeset. Na. Úgy is van. Kiblokkol itt mindent az ember. Na. Nagyon jó. Következő dolog. Az ez lesz. Lemegyünk a bányába. A bányába.
Szia Rimmel, hellóka! Hát tényleg ne felejtsetek el, és sok-sok vizet inni. Mert már kegyetlen idő van. Végre visszatértél, sorry, eltévedtem. A napi teendőkkel. Igyál vizet, Várcsi fizet. Köszönöm szépen a vizet, köszönöm, köszönöm. Igyatok ti is. Jaj. Köszönöm, köszönöm. Akkor most már így együtt nem száradunk ki. Iha. Na, itt most viszont cserélnem kell. Először ezt. Aztán. Azt. Megpróbáljuk a srácokkal nyomni. Feltöltjük a feltölteni valót, és megnézzük, hogy mi a szitu itt. Hogy vagy, Rimmel? Jól bírod ezt a meleget? Jó, Mame! Tatsare! Tsurugi-o ideo! Kore! Ame egaki-gatashi! Sayuru! Tendou Banshou! Ups, rossz gomb! Kenyo Banjaku! おとなしく仕上がれ、この瞬間。おとなしく捕まれ。これ。この剣は分かるか。難攻不落。おとなしく仕上がれ。すまんすまん。天理チョーク。 風邪ひくなよ。雨描きがたし。これ。難攻不落。天道万象。Egyre jobb lényeket kapok. いざ! Na, várj már, Karin. Nem várj karakra. Szumán, szumán. Jó, Mame. Tatsare! Otonasku siagare. Kono shunkan, omae wa eien o te ni suru. Koitsu wa dou da? おとなしく仕上がれ。は、天道、ここにあり。雨、映画。さあ、にどうか、やめましょう。強引剣剣、剣を入れよ。こいつはどうだ。風邪ひくなよ。ああ、もう目が。なんだ、すまん。あ、今かんなんだ、すまん。 Bement a föld alá, a bukó. Ja, ennyi volt. Ja, azt hittem, hogy akkor nem lesz meg, ha lejár az idő, és meg kell ölnöm minden tévedjét. De láttátok, hogy ez a bunkó, hogy lement pont a föld alá. Így arra ütöttem volna. A kis személy. Nincs is valami szednivaló. Akkor mindig előbb újik az Arcade, az énem, ahol mindent is vittem, amit láttam. Néha nekem is kellene ilyen alert, hajlamos vagyok elfent, hogy inni kellene. Hát én is, tehát ma először szerintem vizet kb. Délben ittam. Előtte semmit se ittam.
Douglas-től volt a munka, de itthon márok, és na, az a lényeg, hogy most már jobb. Jobb minden. Jó, ezt ki lehet aktiválni. Elgondolkoztam, hogy elkezdtem használni Rosáriát, mint sub DPS. Milyen artiszet kéne hozzá, sub DPS? Hát? Hát sub DPS-ekkel azt szokták csinálni sokszor, hogy... Ugye egyértelműen nekem Rosárián fizikára van építve, szóval nem az enyémet kell nézni. Hol van a hülye? Itt. Azt szokták csinálni, hogy van ez a... ez a Noblesset. Ebből rátenni kettőt, és akkor azon kívül meg kettőt ebből a Blizzardból. Például ezt tudnám elképzelni. Én egy sub DPS-en például. Vagy... mit látna még? Esetleg atakos szettet még belevegyíteni. Tehát, hogy mondjuk kettő atakos, kettő... nem tudom, Nobless. Mit szoktak még tenni? Négy darab emblemet el lehet még esetleg képzelni rá. Tehát ez se egy rossz opció. Fegyvere? Hát, mivel azt mondtad, hogy... supportnak gondolod. Catched van? Nem tudom megmutatni, mert nekem nincs. The catch, a horgászos fegyver. Vagy nem tudom, ha van esetleg valami öt csillagosod, milyened van. Amit egy sub DPS-re adnál. Ja, foglalt. Akkor... vagy a catch-a foglalt? Deathmatch, mondjuk. Ez se egy rossz fegyver. Hát... még akár... még ez is, ha mondjuk van hidró, vagy... pyro! A csapatban nem tudom, de hát deathmatch szerintem jó. Akár még ez is, ha liuei emberek vannak a partidban. Mert akkor az három emberrel lehet számolni, mondjuk Rosárián kívül. Ezek már ilyen, tényleg ilyen végső, nem tudom én, próbálkozások. Ó, kaptam egy ilyet, hát ne viccelj már. Még mielőtt betörném. Köszi. Ja.
Szia, bottészter! Hello! Hát ha free to play vagy, akkor neki kell állni horgászni. És én a catchet mondom. Tehát kezdj el horgászni, és szedd ki maxra a catchet. És akkor az egy tök jó fegyver neki, de ha van black cliff pole-od, akkor azt is rátelted szerintem. Wow, mi a szotyi? Megnézhetnénk meg, hogy milyen olyan fegyverek vannak, amiket nem vettem észre. Néha érdemes ránézni ezekre a kisebb szintű fegyverekre is, mert kellemesen... jó kis halacska. Kellemesen csalódhat az ember. Mi újság, bottészter? Hogy bírod ezt a csodálatos időjárást? Ja, hogy foglalt a dzsonglin? Aha! Ja, értem. És dzsonglit te mire használod amúgy? A sub DPS support, Ennyire szereted a lángost? Szonyi. Üdv újra, Réku. Jaj. Azt hallottam, hogy most marha drága a lángos a balcsinnam úgy. Ami 2000 forint egy lángos, vagy mennyi? Vagy 1500, vagy nem tudom már, mit mondtak, de... Így néztem, hogy hát, nem tudom. Basszák meg. Annyi pénzből már mennyi lángos lehetne sütni amúgy? Rengeteg ez. Ez megindulunk lefelem. Mondjuk ilyen melegben, aki lángos süt. Hát... Te sütötted, Szotyi? Jól esik? Az a lényeg, jól esik. Én ma még csak egy szendvicset ettem. Valahogy nem kívántam a kaját. Egy éve nem ettem. Én tudod, mikor ettem utoljára lángost? Próbálgattam, hogy mi az, amit érzek, meg mi az, amit nem érzek, meg mi az, aminek rossz íze van, mi az, ami jó íze van. És én nagyon sokáig semmit nem... Semmit nem éreztem a fokhagymából. Aztán... Gondoltam meg... Próbáljuk megint. Na és akkor volt az, hogy kipróbáltam, de pont úgy nem éreztem semmit. Ganzan Hachiku. Tendō Banshō. 1990-i reakciós talent. Sehogy 30 plusz fok van a szobámban, mert van még home office. Holnap a bejáró, szóval légkondi lesz. Na. Szuman, szuman. A légkondék meg az előnye. Nálam is most nagyon-nagyon-nagyon meleg van. Ott van a... Ezt kerestem. Köszönöm szépen a nyújtózkodást. Ki is nyújtom a... Jaj, ne gyertek most ide! Akkor most nem nyújtom ki le... Dehogy nem. Köszönöm szépen! A nyújtózás. Igen, homoki boszorkányt tettem.
この瞬間、お前は永遠を手にする。Jó, nem, amúgy nem reggeliztem. Reggelittem... Én nem is ittam reggel kávét, vajatok, tegnap volt. Reggel nem csináltam semmit. Omae te hontóni szekkacsi da na. Na, itt a lálikám. Kyoumi bukai. Az valami nagyon jót érezhetem. Megjön. Kenyo banjaku, tenri choku. Ugoku koka ogi. Hōin genken. Koitsu wa dou da? Asitta. Arra voltam kíváncsi. Nem, itt ilyen akő. Jó. Ja, mert ez ide lentre víz. Ez akkor úgy olyan cukik, olyan idegesítőek. Kenyo banjaku! Sai! Katachi! Tsurugi o ideo! Haze hiku na yo. Barbara, iku yo! Barbara! Otonashiku shiagare. Barbara! Régen mindig hülyeskedtem, hogy majd, hogyha szinkronizálják a Kenshin-t, majd jelentkezek én is, hogy beállnék a szinkron színészek. Adok én hangot a karakternek amúgy? Hívesen. Omae kono shunkan. Omae. Kore. Na, nézzünk körbe. Attention, we are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Köszönöm szépen a követést. Happy Froggy 183 üdvít nálam. Mesélj nekünk, te hogy méred? Méred? Hogy bírod? Nem tudok beszélni. Ajajaj. Én elég rosszul bírom, úgy látszik a meleget. Hogy méred a meleget? Hogy méred? Hogy méred a meleget? Ő mérővel? Igen is. Az se egy rossz dolog. Van egyáltalán karakter, akinek az kell, amit droppol. Sose általában, sose azt kapod, ami kell. Ez egy nagyon ritka eset, hogy te olyat kapsz, ami kell is. Hogy kéred a meleget? Ez zsákkal hozzuk a meleget. Want to sell meleg, want to buy kondicionált hideg levegő. Preferált mértékegység, zsák. Os. Ezt látját? Nem látjátok, már ki van takarva. De itt van egy kövem valahol. Még feljebb? De ez itt mi? Várjál. Ez nem ez a fajta játék? Vagy ezt már megcsináltam, mert világít. Valami rémlik, hogy én szaladgáltam, úgyhogy valószínűleg megcsináltam. Na de várjunk csak, itt kéne lennie. Egy kőnek, valahol... Itt föl? Hát itt föl, nem mondom. Nézzük. Fél bubisem. Jé, Gollam is a zsákos kiszerelés kedvelte. Ez így van. De, hát nem tudom, hova megyek jelenleg, de... Ott van a rohadt életben. Na, mennyi te szmötjeteg?
Jézus Isten, hát ennél feljebbre amúgy mászni. Oh, oda megy a helyére. Ó, oh, ott is van. Oké, okay, jó, egész jó helyre. Ide még nem jöttem. Na gyere, babám. Haladjunk. Haladjunk! Inisie no homus. Jitni kichou da. Ah, tudom, hol vagyok. Jó, oké. Iza! Ah, oké. Na, itt vannak a ládácskáim, látjátok? Itt vannak, megvannak. Oké. Jó, haladjunk körbe. Ja, hát ebből mindig marha jó vagyok, vagy nem. Igen? Ó, de jó, hogy pont a másik nélben. Nem akarok horgászni, ne haragudjál. Engem azok, hogy nem érdekelnek annyira. Jó, kiütjük. Meg ezt is kiütjük. Igen. Itt az utcsó. És már ki is nyílt, jó? És akkor ott van még... Ó, manya. De jó. Kenyo banjak, tendo banjak. Ja, Gumi Maci, mi újság veled? Hogy vagy? Szumán, szumán. Gyere már. Vaga meo kikta. Koicu a dóda? Azaz. Még egy ládika. Van egy olyan érzés, hogy ott szét kell ezt a szarságot szednem mögötte. Így. Ezt aktiváljuk be. Ezt innen elvisszük. Köszönjük-e. Ezt lebontjuk. Egy jeláda miatt kellett... Jó. Mindegy. Mindegy. Ganzan Hachiku. Ha! Nem ütik ki. Csupa ideg vagy? Nem, mi történt? Mi a baj? Yuragu koto nasu. Sukiyori! Jó. Kell itt maxolgatni, mert aztán jön a következő update, aztán nincs. Nincsen cuccos. Ugye itt is van egy lyuk. Tudom, 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 tisztában vagy, tudom, tudom. Nyugodjatok meg. Jó, ezt majd next time. Mi a dumbi? Rászalad meg.
Hát van ilyen... Mi újság, dumbi-dumbi? Mesélj. Mi a harci? Mi a harci helyzet? Belejárhatna. Ennyi adatot nem tudom állőni, például úgyhogy kilométeres DPI van a egeremen. És komolyan ide jöttek? Aztán miért jöttek ide? Na, visszamegyetek már. Na. Lejjebb veszük a DP-inket. Nem tudom, mennyire vegyem le. Nagyon nem szeretnek engem ezek. Menjetek már innen! Lesz a tej már kifele? これ隙を見せるのはほんの一瞬だいやっおとなしく捕まれこいつはどうだ風邪ひくなよはいこれAmadare isio mo ugatsu. Pár óra múlva indul a gépet és nem sok kedved van. Hát akkor meg miért mész? El kell engedni. Meleg van, Dumbi. Mind az állat. Nagyon-nagyon meleg van. Ugye mondják, hogy kövi update-ben ki és kazuha jön, de nem tudok dönteni, hogy kire szerezek C1-et. Amelyik jobban tetszik, hogyha minden áron C1-et szeretnél. Szia, Luca, hellóka, Mizu! Hogy bírod ezt a szabadságosan meleg időszakot? Jaj. Ugrunk egyet, kinyitjuk. Mit kell még csinálni? Szerintem már csak azon a lyukon kell keresztül menni, na? Ha most elindítanál, Dumbi? Annyira nem. Hogyha 3.0 után indítod el? Na, akkor sem igazából lehet haladni vele. Hát neked mi maradt ki az a kérdés? És a kezem? Hát... és én Enkanomiánál még voltál, nem? Amikor a nappalt meg a világosat kellett állítani. Nagy láda. Kjómibukai. Ott is megtettem.
Ja, hogy itt vagyunk. Oké. Okay. Na, van meg. Már lejutottam. És most 100%-ot ért. Nagyon jó. Most akkor ide visszajövünk. Beteg voltál? Na, mi történt? Megfáztál? Hú, eljöttök. Kéne vizet szereznem. Ja, hát akkor aztán a kezem az, ami kimaradt, nem? Mert oké, lemaradtatok eventekről, meg ilyenek, de... Ami nektek nincs meg... Az... Az itt ez. Ez a külső rész. Ugye itt lehet lemenni. És ez. Ez bánya. A kezem. Ez el lett zárva itt Liyue-ban. És... furcsa dolgok történtek, és ezért megnyitották újra. Nem fogom szerintem elmondani a sztorit. Most. Nem jól bírom a meleget, de itt bent a lakásban hűvösen megy a klíma. Na! Jók is azok a klímák, igaz? Hát most bejön majd Event, valószínűleg Event sziget, és akkor az Event sziget után jön 3.0 Sumeru. Hova kell menni? Jézus Mária szíve. Oké. Okay. Szóval mondjuk ide. Oké. Meg kell keresni azt a hülye lányt, mert bocsánat a kifejezését. Bocsánata. A magyar homé. Viszont te, Phoenix, te elkezdtél újra játszani, nem? Gyere, Fatus! Azt mondom, hogy reflux köhögésem volt, el kellett menni a tüdővizsgálatot, de semmit nem tartak előtte, vettek talán vért a rendelőm. Az komoly. 3 napig ment. Hát ezt mindenki maga tudja, hogy most mennyire jön be neki. Azért mondom, az fix, hogy én itt elfordítgatom a sztorit. Már ugye töltögetem a dolgokat fel szépen lassacskán YouTube-ra, úgyhogy előbb-utóbb ott azért meg lehet majd nézni a sztorit. Azért idő, mire az összessel végzek majd, meg menet közben is ugye jön a tartalom, szóval nincs az, hogy megállok, és akkor úgy a vadokat megcsinálom, de majd szépen lassacskám. Mindenre sor kerül. Elvileg ebben a kezemben amúgy végeztünk, de gyakorlatilag amúgy szerintem még fixen lesz vele a sztori. Mert azt nem tudjuk, hogy régen úgy nagyjából mi történt. Tehát arra még majd itt ki fogjuk adni a játék szerintem.
De ugye ez is Kendriával kapcsolatos, mi mással lenne kapcsolatos. Na itt van a szerencsétlen hülye lány. この剣は分かるかい?あり得る。剣を入れよ。難攻。これ。すまん。こいつはどうだ? Mi van? Baj van, nem tudja, hogy miről beszél. Jinmu. Jinmu? Jinmu az... És a Jinmu. Csak mindegy, azt hiszem, hogy ő Jinmu. Aranyváros. Fekete őrtorony. A mennyei, mi ez hírnökök már elmentek innen. Eléggé ismerős a sztori ezekkel a mennyei hírnökökkel amúgy. Milyen érdekes, hogy itt is ugyanaz a tárgy volt, ami Dragonspine-ban, ugye? 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 Valószínűleg ide is lejött Celesti, aztán rábaszott az asztalra, aztán kioffolta őket a fenébe, gondolom én. Még nekünk kell megetetnünk? De jól megy neki amúgy. A kaját is oda visszük neki. Pazsi tegnap elkezdte a legmit. És akkor most mivel játszol, Dumbi? Lost Ark-kal még mindig? Találtál mellé valamilyen stratégiai ilyen szét? Amit kerestél? Hír magam! Persze itt egy lavás, egy jó. A lavás most én is megenném. Jó forrón, csak már amikor meleg van elvileg, sokkal jobb, hogyha forró cuccokat eszünk, iszunk a szervezetünknek, mint hogyha hideget. Na mindegy. Érdekes volt ez a csaj. Katarina, azt mondja, hogy megyünk lefele. Lefele? Nem lefele. Kifele? Nem tudom. És ez hol? Lefele. Eldöntöttem. Lefele megyek. Nem tudom, hol megyek. Várjátok. Mert itt nem jó. Akkor ide jövünk, és akkor úgy megyünk oda. Össze-vissza jár. Jaj. Szóval össze-vissza jár. Hol? Eléggé szomi sztori vannak. Nagyon szomorú sztorik vannak amúgy ide lenn. Én szerintem most a legutolsó event alatt a legszomorúbb questet találtuk eddig meg. Jó, mert itt is van egy ilyen. Hát nézd már. Ja, előbb átszaladtam. Előbb átszaladtam rajta, mint hogy eltűnt volna. De várjátok itt. Omaette hontóni szekkacsi da na. Omaette hontóni szekkacsi da na. Ja, itt. Nikolaj. Balalajka.
Igen, mert rémlik az, hogy mikor legelőször lejöttem, akkor valami tehát volt valaki, aki itt ragadt, és akkor mondták, hogy keressünk nyomokat, hogy vajon hova tűnt. De hát valószínűleg meghalt. Éhen halt. Olyan halt. Elkezdett gombákat enni, aztán kiderült, hogy nem kellett volna. Mert ilyen... halucinált? Nem tudom, hogy baja lett tőlem. Meg ugye itt volt ez a fekete... ilyen cucc, amit ugye eltakarítunk. Ez is befolyásolta, és így ilyen téveszméket okozott nekik, meg mit tudom én. Itt kurva világ volt, és köze van ugye ennek is Kendriához. Tehát most aki nem akar a spoilereket, kb. Egy 5 percig fogja be a fülét. Aki végig akarja nézni az összes fordítást, még nem tudom mikorra érek oda. De... ugye most Zsaónak volt a sztoria. Ami rohadt szomorú volt szerintem. Itt nagy... nagy harcok voltak kb. 500 évvel ezelőtt. Milyen érdekes, az is 500 évvel ezelőtt volt, ugye? Itt minden 500 éve történt Genshinben. Nem tudjuk, hogy mi történt, de minden 500 évvel ezelőtt történt mindenhol. Ugye ezt beszéltük, hogy 500 éve volt az, hogy a Raiden Shogunnak az Iker testvére, aki egy isten volt, meghalt. Akkor jöttek a démonok elő, ugye Inazumában, és mint kiderült, itt is. Hát rohadt nagy harcot vívtak a kendriai szörnyekkel itt, ezen a helyen, és addigra már ugye, amikor a Zsaó questet csináltuk, akkor el volt mondva, hogy ők voltak, azt mondja, két csaj és két srác, négy, voltak öten, ugye, és úgy volt mondva, hogy egyedül Zsaó maradt. Ugye... hárman meghaltak, egy eltűnt, ugye... feladat a teljesítése közben. Ugye ez volt aztán elmondva a legelején ott, mikor a Zsaó questet csináltuk, és maradt egyedül Zsaó, aki harcol ezekkel a... hát nem tudom, hogy az utolsó démonölő, vagy nem tudom, hogyan volt bemutatva pontosan. Mindegy. A lényeg az, hogy az, aki eltűnt, az utolsó előtti jaksa, ő ugye megőrült teljes mértékben, elvesztett az eszét, és itt ugye rohadt nagy harcok voltak, itt volt a dzsunglitól elkezdve, azt hiszem mindenki, a Millelit, a mindenkit fájtolt elvek. Habár dzsungliben nem vagyok biztos, de azt hiszem talán a quest alapján úgy hangzott, mintha itt lett volna, de szerintem ő Kendriába ment harcolni, úgyhogy ő nem volt itt. Én úgy gondolom. És ide vonzotta azt a jaksát, úgymond a harc, a vér. Ugye, amikor itt küzdöttek a... na basszus, hát ha ezt megcsinálom. Küzdöttek a kendriai szörnyekkel. És... ő volt az, aki... most akkor másszak föl ilyen... hogyan másszak föl ilyen ezen? Akkor így. És ő neki volt az az ötlete, meg a Jelennak, aki új karakter az egyik ősének, hogy lezárják őket ide lentre. Mert itt valamilyen oknál fogva nem lesznek olyan erősek, mert nagyon érdekes dolgok történnek ide lenn. És akkor bezárták őket egy ilyen furcsa szerkezettel de alulra. Ahol meghaltak, szép lassacskám. Úgyhogy ezt a sztorit mesélte el az utolsó event. Hát elég szomorú volt, ahogy végignézni szerintem azt a videót. Én azt mondom, hogy szerintem eddig a legszomorúbb az volt az a videó, amikor tényleg mutatták, ahogyan ötlete nincs a csávónak, hogy hol van, de haldoklik igazából. A másik meg mondja neki, hogy ne halljon meg, mert ő van egyedül rajta kívül itt lenn. És mit csinál, hogyha ő meghal? Hát meghal. És hogy ő is elkezdett igazából teljes mértékben úgymond
begolyózni, legalábbis úgy gondolta, mert ugye mindenféle képeket látott, a családtagjait látta, holott azok nem lehettek itt. És ugye a Boszkázius meg nem tudta azt, hogy igazából ő kicsoda. Tehát egészen a halála pillanataig nem tudta, hogy ő kicsoda. Aztán az utolsó pillanatban rájött, és visszaemlékezett arra, hogyan meghaltak a testvérei egytől egyig. És akkor jutott eszébe a neve. Úgyhogy, ja, ez eléggé szomorú. Szia, Abyss is ilyen jól tudod nyomni, mint a történetet? Én nem Abyss szavam. Mario, különösebben. Engem nem az érdekel a játékban, hogy mi van az Abyssban. Engem a játéknak a sztoria érdekel. こいつはどうだ? Köszönöm szépen a vizet. Elfogytak már ezek a szarok. És ez hol van? Erre visszafele? Szívesen. Tudjuk valahogy mindenkinek más tetszik a játékban. A lényeg az, hogy megtaláld azt, hogy neked mi tetszik, és akkor azt nyomjad. Ez valahogy itt fönn van, no? Ha neked az Abyss, akkor hajrá! Jó abisszozást! Meg sok szerencsét. Ó, oké, tudom, hol megyünk. Ide be. Múltkor már érdekelt, hogy ide mikor tudok bejönni. Ganzan Hachiku! Attention, we are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Kaze hiku na yo. Mondd csak, köszönöm szépen a követést, üdvít nálam. Look for the diary. Ja, köszönöm szépen még egyszer is a vizet. Már itt is. És ígyatok, srácok, már nagyon meleg van. Ilyen időben sok-sok-sok folyadékot kell inni. Nincs is más. Azért rejtettek volna, hogy te valamit tudom, hogy te meg kellett inni. Na, hadd nézem, mi ez. Valaki jött és megölte ezt a hapsit. Ugye arról beszélt, hogy nagyon súlyosan megsérült. Valami lett a lábával. És még valószínűleg elfertőződött is neki, ahogy kinéz. Talált még egy kijáratot. Viszont nagyon rossz állapotban volt ez a kijárat. És úgy gondolom, hogy egy nagyobb erővel valószínűleg az egész bedölt volna.
És úgy látszik, hogy nem fog kijutni, mert ugye ólálkodik egy szörnyeteg, ugye ez volt az a Ruin Guard kívül, aki azt oda csücsült végül, de azt mondta, hogy van fekete alak jött, aki itt ólálkodik, és a végén hát megölte. Most elhozzuk a Fannus, nem Fannus, Fatus, a Katarinának, a Fatusnak a srácnak a badge-ét. Elhozzuk a feljegyzéseit. Mi újság, Moncsa? Hogy bírod ezt a nagy meleget? Köszönöm szépen a nyújtózkodást is, Phoenix Young. Lehet, hogy kimenek. Hát szerintem meghalt. Tiszta vér volt az a valami. Na mindegy. Mondjuk el, hogy hol van ez a kolia. Még él. Hát vagy... Nem találtuk meg. Valószínűleg még életben van. És lehet, hogy elmenekült. Hát... Nem tudom amúgy. Meg van sérülve a lábam, és valaki itt van, és jön ide. Hát nem tudom, nem úgy néz ki. Hogy nagyon életben lenne. Hát biztos kiment a titkos kiáraton. Biztos nem hagyná itt. Soha sem menekül el. Ezt hol találtad? Hát, elmondjuk, hol találtok. Creepy place. Many monsters inside it. Jó, thank you, I am sorry. Szóval ne hozz a szégyenbe cariszát és őt sem. Hát az érdekes volt. Azt mondta az a hölgyike, mindig azt kell csinálniuk, amit a Fatui mond. Ura. Melyik volt a fun fact amúgy a Küldinél, Ati? Éppen párologsz. Hát szerintem a legtöbben éppen párolunk. Nagyon meleg van. Jézusom, szia Gangstaman, hellóka, hogy vagy? Mesélj, te hogy bírod ezt a baromi hőséget? Szia Steel, mizu. Nekem bejön ez a szitu, hello, mizu, nem? Nem így van, fixen nem így van, de mindegy. Most én átmegyek. Amúgy nem jön be a szitu, mondjuk kezdjük azzal, mert rohadt meleg van. Jézus szíve! Még egy hiányzik. Ez szomorú. De melyik hiányzik? Merre lehet az utolsó? Itt?
Mi van a kék körnél amúgy? Itt van most utána az elvégzésénél, ha visszamész oda, ahol megtaláltad a levelét, és közben lesz egy Black Serpent mob, és ott lehet találni valami érdekeset. Na várjál, hol találtam meg? Tehát ahol most találtam meg a levelét a csávónak? Oké. Okay. Nézzük meg! Csináljuk meg! Majdnem jó vercse szöveg. Nem emlékszem, esküszöm, olyan rég volt már, hogy emlékszem. Meg nem volt a kedvenc, hogy is mondjam. No, tej meg, igen. Ki voltam tőle teljes mértékben. Itt mit jelez amúgy nekünk? Miért van itt ez a kör? Jaj, mert ott van még az a... A lila segjük! Aha, itt lesz az az egy darab. Na, csak kérdeznem kellett, és nálam! Mik ez a kör, ez itt van bázaréven úgy nekem. Adj ide! Helyes. Nagyon szupika. Ah, láda. Nice, nice, nice. Primo. Csak a primo. Hogy a 3.0-ban legyen karakter. Nem emlékszem, hol volt már annak a csávónak a levele. De majd mindjárt. Itt a laj. Csakalom. Csakalom. Yee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 
Hát micsoda némkárdok. Hol van? Jó, használjuk ezt. Nagyon jó. Na. Ja, az jelezte a kék kör, hogy ott van cuccom. Az jó. Mert egész eddig ott volt, úgyhogy valószínűleg holda... valószínűleg holda mentem volna, először az összes többit mutatta volna, mi? Ezek eddig is itt voltak. Itt. Megállapítjuk itt. Jó, mame. Tatsare! Sayuruko! Nankō furaku! Ne, nem állsz fel! Tendō banshō! Kore! Suman, suman. Otonashiku shiagaru. Na, mennyi kell beléd. Meg nincs a noizem. Ja, ezek maguktól kigyulladtak? Ja, mint csak én eloltottam kettőt belőlük.
Vagy itt kellett volna találnom? Valamit? Vagy a lila köve... Hát a lila köve már van. Még meghalt? Még nem az első szellem lenne, akivel találkozunk. Itt kéne lenni valahogy szerpent, nem? Itt kéne lenni valahogy szerpent, nem? こいつはどうだ? 難攻不落! Hát már is csak ez az izé van. Ganzan Hachiku, Tendou! Tia, Chris! Nem használok térképen. Vaga meo kikitamae, Yomame! Otonashiku shiagare! Kono shunkan, omae wa eien o teni suru. こいつはどうだ? A környéken, hát még csak ők voltak a környéken, amúgy Serpent Knight-on. És valahol máshol bemenni nem lehet. Volt az a kislány. A kislánynak is a szellemét láttuk amúgy. Ez már megvan. Hát kérdőjelek, nem tudom. Alul. Omae tte hontou ni sekkachi da na. Ame-san. Innen jöttem. Jó kérdés. Ezek 100%-os, de nem biztos, hogy 100%-os amúgy. Tudja. Iza! Iza, ura! Ha!
amúgy tök jó, nem? Akkor azok a másikra kellett volna átrepülnöm. És úgy föl. Hát de ne báj! Nem mondom, őszintén egyszerűbb benne valószínűleg, hogyha térképet néznék az ilyen kereséseknél, de... Szokásom, hogy nem csinálom egyszerűen a dolgokat. Jó. Na fennek a tetejére, de... Az szép volt. Hogy kell leesni? Hát nem tudom, ez hol lehet. Majd valószínűleg megnézem a netem, hogy ez most az a... De hogy lesz? Térképpel sem megy nagyon. Hát nem tudom, nekem 100%-ot ír amúgy. De biztos, hogy van még olyan cucc, amit nem találtam meg. Meg mire valók ezek a lila kövek? Mondjuk azt esetleg, ha tudjátok. Ezek. Kilenc kábellel és egy ajtót nyit. És most van mennyi? 7? Ez akkor még valahol kell 2. Hát nem tudom, hol vannak ezek a bánat emberek. Ezek a szerpentínók. Merre voltam? Kényo banjak! Merre nem voltam? Merre nem találkozhattam ezekkel a bánat emberekkel. Még kéne találnom 2. Teória. Hiding in plain sight. Dual blade. Ez az utolsó. Ládák vannak, láda van, primogem kell 3.0-dához, hogy karakterem legyen. Sok. A sok, az összes, jó, az nem az összes, de. Meg kéne keresnem ezeket a szerpenteket, ugye? Csak nem tudom, merre lehetnek. Meg merre lehettem? Merre lehetnek és merre lehettem? Ugye? Ez itt egy nagyon jó kérdés. Attention! We are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Köszönöm szépen a követést, Malade? 636 Malade? Malade? Nem tudom, hogy kell kimondani, bocsi. Malade? Vagy Malade? Üdv, szia! Nem tudom.
Mára voltam, és mára nem voltam. Mára lehet valami, amit nem találtam meg. Mára voltam keveset? Lehet, hogy valami olyan helyen van, ahol keveset voltam. És nem emlékszem, hogy ott volt. Hát erre fel nem mostában jártam, nézek körbe. Eszembe jutottad, milyen dalt juttattam eszedbe? Giver. Meséljél. Igen, nevekkel nem túl jól állok sajnos. Vagy nem nagyon tudom kimondani neveket, úgyhogy tényleg elnézést kérek, ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hülyén mondtam ki a nevedet. Ezek itt izék. Most nekem megvan. Hát azt nem is ismerem. Ó, Ládi! A primo! Gyűjtsük a primónkat! A primónkat! A primónkat! A primónkat! Gyűjtsük a primónkat! Tá-tá-tá-ra! Látod? Melyből más jutott eszedbe dalban. Iza! Hát nem tudom. És ezek vissza se élednek, ezek a valamik, ha egyszer meg vannak ölve? És ha respawnolnak és megölöm, akkor dobnak golyót. Amúgy. Akkor... Akkor inkább mennék olyan helyre, ahol megöltünk. Nem? Nem dobnak golyót? A fenének. Ah, ajajajajaj, akkor nem. Egyre bajosabb a helyzet. Nem tudom, hogy hol vannak. Ajjajajaj. Na, öljük meg őket gyorsan. Imádom ezt a csapatban. Otonasku siagare. Tirarita tirarin, 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 tirarita tirarin, tariridam. Azért éneklek mindenféle hülyeséget, hogy Giver elfelejts azt a dalt, mert nagyon nem tetszett neki, hogy eszébe jutott. A hideg szalócsik áll a hátán. Ilyen távolságból amúgy látnom kéne, hogy... Látok dolgokat. Láda. Azt figyeld, egy láda. Itt a következő. Menj ne! Nem érek rád belőle foglalkozni. Láda! Már lefajtolhatjuk. Jó napot kívánok! Te be felvászol, mi vagy te, hegedűs a háztetőn? Haló? Felvászik a háztetőn. Vagy itt len, itt sose jöttem el erre lent se. De hát itt csak víz van, nem? Az árk lenne, már nagyon félnék, hogy én bementem ide a vízeskébe. Jaj! Vízes és mögött! Nem lehet megint menni. Próbált azért megérteni. Hát gyerekek. De sok kérdés.
bolyong a fejemben. Mi volt ez a hang? Nem is. Ki volt ez a hang? Találgatnak. Na ki más? Egy igazi magyar ember arra közös dominás a tudás, nem vitás. Így jó, főnök, plusz, mínusz, koszonosz, hat, vajon a kövgyök. Így, nem is, onnan is egy falatot leharapottak. Kívül állok, megnézték, hogy... hogy... fogynak itt a darabok? Ülnek itt a darabok? Nem tudom a szöveget! Mi a szatyi? Oh my god. Nyomtál egy kemény tiltet, mi? Kore. Jaj. Nankou hraku, tendou. Koko ni ari. Koitsu wa dou? Nem tudod mi ez? Oh my. Amit most nyomtam. Jó, szarul mondjuk, de... Elvittem fúzni. De most miért? Felvitte a pulzusot. Ez annyira rossz volt. Ez is miért itt a sarokban? Miért ősz itt a sarokban? Hogy milyen aranyos a pók? Azért az... Cuki. Ez cuki volt. Ez még Réku neked is tetszett, nem? Hát ez... nem tudom. Vagy itt. Ez a rész nem rémlik. Én voltam? De ide hogyan jutok el? Vagy... Ez hol van? Meg ez. Na várjátok. Á, leköpködött a... Vagy itt megyek? Nem. Nem tudom. Nem tudok semmit jelenleg. És olyan, mintha szélén ugrálnék. Na hát, Szotyi, megnyugtatlak, árkba nem lesznek ilyen kellemes társaságok a bogok. Baszkodj meg. Hát ő, oké. Menjünk egy kicsit följebb. Hol meg kell állom? De ez cuki volt ez a pók, nem? Réku. Belelátom a textúrába. Jó. Jó napot, jaj. Hát tudunk valahogy úgy kapaszkodni, hogy... Jaj! Azt elnéztem. Vissza. Hát... mekkora logisztikázás volt, ezt kérem szépen. Csak mondjuk itt most megint most mi van.
nekem, hogy én feljöttem ide, nem tudok. Hát gyerekek, nem tudom, jó. Begyújtod az... Be... Gyűjtöd? Azt mondtam, begyújtom. Begyűjtöd? Aha. Hát... hármat lehet. Többet nem. Hármat begyűjtöd. Várjunk, akkor menjünk erre. Én már nem tudom, mi van. És akkor... Iza! Itt elmegyek. Erre. Ja, ezt minden alkalommal beszívom. Jaj, miért kellene itt lenni? Jaj. Ettetek innen a fatuit. Ugye? Itt is. És akkor, na, legalább ide találtam. Csak most... Hiába találtam ide szerintem már. Lenézve, itt ugye nem voltak olyan cuccok, ami nekünk kellettek volna. De hogy megyek át oda a túloldalra? Ide. Olyan össze-vissza van ez a map, hogy nem tudom, hol vagyok. Ott fönn. Lehet, hogy fönn át lehet menni, nem? Tehát én azt úgy gondolom, hogy az ott fog kiukadni, ahova én... Hogyne? Figyeld! Itt fölmegyek. Fogunk pókot? Foghatunk. Hogyha valakinek kell, akkor fogni kell. Iza! Hogyha valakinek kell pók, és azt mondja, hogy kell segítség, akkor megyünk és fogunk. Ha meg... ilyesmi. Rákot az fixen? Ja, hogy itt voltam az előbb. Hát jó. Mennyit küzdöttem, hogy ide jöjjek, aztán erre itt vannak. Istenem. Why you do this to me? Onnan kellene tudnom, hogy melyik az a kettő, amit nem öltem meg, ahogy. Akkor azt mondom, meg kéne adnom az összeset, mi? Ugye rák kell Tibi bácsinak, azt tudom. Itt nem volt valahol? Valami rémlik, mintha itt fájtoltam volna. Valakivel. Hogy hülye vagyok. Mondjuk nem ma fájtoltam, tehát akkor annak elvek vissza kellett volna jönnie ide valahova. Akkor, ha respawnolna. Nem? És miért szívom meg minden alkalommal? Hát hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Erre a kérdésemre ne válaszoljatok, köszönöm. Itt mi van? Hát te meg! Mi van velem? Ritsuryu chok jugon. Yugen naru daiki. Iza! Kaen yo! Moyashi tsukuse! Iza! Shoubu! Kaze yo! Kenyo banjaku! Már nem tudom, azt se, hogy jól emlékszem a dolgokra, úgyhogy ez így elég bajos. Nekem full az rémlet, hogy itt... Hol? Az volt az ötletem, hogy ahol már tudom, hogy harcoltam,
Oda visszamegyek, és megölöm őket. Akkor lehet, hogy hülye vagyok? Nem emlékszem. Őket. Hát srácok, erre nem biztos, hogy ma fogok rájönni, hogy ez hol van. Iza! Ott van egy! Azt mondom, azt én megöltem. Csokolom! Csok! Csökkő! Azt mondta Miko is, csökkő! Itt! Hova mész van? Ezt már megöltem, már adott van a cuccot, mi? De rosszul emlékszem, hogy ott... Loot? Én akkor azért még, hogy ott fönn harcoltam egyel, de... Nem tudom, mert hogy hülye vagyok. Tényleg nagyon össze-vissza az a hely, és nem tudok igazodni rajta. Valaki? Nem rémlik valamelyik ötöknek? Valaminek az rémlik, hogy én így fájtoltam ilyennel. Tehát itt ma ilyennel nem harcoltam. Vagy igen? Ott még van egy lyuk, lehet, hogy itt áll benn. Most a kérdés az, hogy harcoltam is vele, vagy csak láttam? Vagy most már csak halucinálok? És nincs is itt semmi. Gyere, tudtam, hogy az kell neked, hogy hites legyek a szemétláda, te! Hanketsu! Kudasz! Saját emlékezetet se tudod követ. Jó, hát akkor menjünk más fele. Mára nem voltunk még a boss fele. Esetleg van valami. Nem tudom, hogy kötöttem. Máma. Ja persze, ezt megöltem. A múltkor... Megöltem a múltkor? Inkább megölöm, mert nem emlékszem. Ahogy ide jöttem, egyből tudtam, hogy ez itt van. Az a durva. Csak nem tudom, hogy elkerültem, vagy megöltem. Én nem emlékszem. Szia, szia, Nerias, akkor ma este nem vagy, ugye? Azt mondtam. Jaj!
Szia, Baluka! Mizu! Adj nekem! Nem ad nekem! Próbálj nekem! Adott! Nem öltem meg, csak elszadtam mellette. Még egyet meg kell találni. Basszus. Gondolom ezek túl közel nincsenek egymáshoz, igaz? Ezek a golyós cuccok. Már ha azt nézem, hogy volt itt középen, amit öltem. Meg itt oldalt, meg most itt. Márra jártam, meg márra nem. Igen, nem tudom, hogy 8 golyón álltatok, nem tudom melyik az, ami... melyik az, ami nincs meg. Melyik az, ami megvan. És nem tudom, ezek a dögök hol vannak. Felülni ezekből? Nem látom. Hát azok, nem azok. Azok egyértelműen mi a nevük? Abissa... Mégek... Az a baj... Annyira nem látom. Arra mi van, nem is látni. Muszáj repülnöm. Hát de gondolom, hogy itt azért csak megöltem, hogyha volt. Gondolom. Ez itt amúgy. Hát erről van szó. Ugye? Hajaku arawa ni mo misete kurenaka? Chok. Iza. Tendo. Koko ni ari. Ritsuryu, jugon, ritsuryu. Ja, az biztos, srácok, ha valami 100% az nem azt jelenti, hogy 100% arra készüljetek föl. Tehát nekem is már 100% volt a terület az előző, szerintem 2-3 láda előtt is. Ó, oh, hello. Nem tudom, hogy mi találkoztunk a barátom. Ritsuryu, jugon. Itt. Hanketsu. Kudasu! Iza! Sugata o nokosu, raiko o ito utsukushiki kana! Ez az! Meglett! Szerintem életem mákjait toltam le. Igen, és akkor most? Milyen hajtói? Nem azt mondtátok, hogy 9 van. Kilenc. Fordított képre. Igen. Csöngött a telefon, nem? Tök a hang volt. Nem tudom, ez most mi volt. Igen. Hát itt vagyok, csak nem tudom már, nem akarok leugrani. Elég, ha elmagyarázzátok. Hekirit Senjin! Ha!
Nem kell, Balú, majd megtalálom. Nem kell jönni. Meg lesz az. Ez kurva menő néz ki. Na várjál. Ilyen körbe szaladgálunk, az hogy jöjjjjjjjjj! Bentről megjöttem. Ó, ott. Köszi, ezt valaki már lefordította? Biztos voltak már lefordított. Ajj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 
Ladikon! Csak úgy hasítok az R60-hoz amúgy, de tényleg gyorsan, hogy csak na, szupi! Na! Király! Vagy nekem fixen vannak olyan cuccai, ami... Most például itt van ez. Ez is valahova kell gondolom. Csak még nem értem a oldaig. Meg a vizes üveg. Ami nem vizes üveg, hanem a... A levél! Ja. Köszönöm, hogy a hápát. Látod, Balú? Megtaláltam én ezt. Megtaláltam. Zútikon. Ja, hát én nekem foglalkozok, oké. Okay. Tíkon. Tíkon. A tíkon a zón. Tíkon. Nem tudok beszélni amúgy. Semmi baj. Na jó. Csak úgy hasítunk. Aki derítettem, hogy az állatbefogós hálóból egyszer csak 99 lett nálad? Jeez, egy darabom nincsen. Amit még akartam. Nem tudom. Mit? Jó, mindegy. Majd kitalálom. ユーツーのために作られた船は港に停まる。だからリーウェは あらゆる富が沈着する場所だ Nincs meg a... 46-os, de hát van még 12 napom, bőven meg lesz. Bőven meg lesz. Bőven meg lesz. Nem kell aggódnom rajta. Na jól van, srácok. Átrédelünk Amyhez. Nyomja a V-Risingot. Köszönjetek be. És akkor a következőnek pénteken jövök streammel. Halványlag őzöm, nincs hogy mivel. Valószínűleg majd menet közben kiderül, hogy mivel fogok jönni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen a követéseket, meg köszönöm szépen, hogy itt voltatok és beszélgettetek velem. Vigyázzatok tényleg magatokra, mert nagyon meleg van, sok-sok folyadékot igyetek, és gyertek Amyhez, nézzétek meg, hogy mit csinál. További szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!